Mint minden évben, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt a község rászoruló diákjainak tanszercsomagokat osztott. Már évtizedek óta szinte, ugye mindig 200 csomagot osztunk, kiparkodunk. A falvakban már minden iskolában szétosztottuk, most utoljára itt Kanizsán is osztunk. Hát ugye az összeg, amit a gyerekek tagsági díj fejében összegyűjtenek, akkor azt mindig még megtolja a Vöröskereszt, és akkor csomagolunk, ilyen kis csomagokat készítünk, tanszereket, amit hát úgy gondolunk a gyerekeknek nagyon hasznos, és vannak olyan családok, akik ugye nehezebben, vagy nem tudják megvenni, és úgy gondoljuk, hogy ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyerekek eredményesen tudjanak tanulni, és későbbiekben, tehát főképp ilyen füzetek, ceruzák, azon kívül színesek, rajzblokk, tehát ez kerül a csomagba, és megkérjük mindig az aktivistáinkat, az iskolákat, hogy segítsenek összeállítani a rászorulók névsorát, és annak alapján, tehát ilyen közösen összeállítjuk, szociális központ, tehát mindenki kicsit részt vesz, és akkor innét adódik a névsor, és átveszik. Hány gyerekről van szó körülbelül? Összesen a községben 200 gyerek, azzal, hogy itt körülbelül 70 gyerek Kanizsán, ugye ez a két legnagyobb iskola, azzal, hogy ide Oromor, vagy Ador járnyol is, Martonoson is járnak, tehát ők is itt veszik föl. A többiek, akik ott helyben tanulnak, azok már megkapták éppen a múlt hét folyamán, ezt kiosztottuk a csomagokat.